amikor éjjel-nappal nyitva volt, meg még sokszor este 10-ig is, akkor itt bevásárolták a fiatal emberek, ugye, bevásárolták a sört meg a innivalót, és itt fogyasztották el. Különösebben én hangoskodást nem hallottam, csak rettenetes állapotban volt mindig ez a busz megálló. Kutasi Károlyné a korábban éjjel-nappal nyitva tartott bolt a szembeni 10 emeletes társasházban lakik. Lakásának ablaka nem az útra néz, így ő nem érzékelt semmit az éjjeli hangoskodásból, de hallotta, hogy másokat ez mennyire zavart. Szexárd jegyzőjéhez régóta rendszeresen érkeztek bejelentések, hogy tarthatatlan állapot alakult ki a bolt környékén az éjjeli italozók miatt. Molnár Kata, szexárd jegyzője, a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság legutóbbi ülésén azt mondta, nem maradt más választása a lakók nyugalma biztosítása érdekében, mint hogy korlátozza a bolt nyitvatartását. Így mostantól reggel 6 órától este 10 óráig tarthat csak nyitva a Béri Balog Ádám utcai üzlet. A tulajdonos bírósághoz fordult a jegyzői határozat ellen fellebbezve. Szeretnék, ha újra éjjel-nappaliként működhetne a bolt. A jegyző azt mondta, próbált megegyezni a bolt vezetőségével, hogy kevesebb ideig legyenek nyitva éjjel, de ők ragaszkodtak az éjjel-nappali működéshez. Bomba Gábor, a bizottság elnöke azt mondta, a szexárdiak nyugalma épp úgy fontos, mint egy éjjel-nappali megléte egy Tolnai megyeszékhelyen. Ezért mindent megtesznek annak érdekében, hogy ne alakulhasson ki ilyen helyzet sem itt, sem a város más pontjaim. Ma hallgattuk meg az új rendőrkapitány urat, aki azt mondta, hogy ha az önkormányzat kéri, akkor azokon a helyszíneken fokozott ellenőrzést fog végezni. Egyrészt a tiltott alkoholfogyasztás, másrészt a rendbontásokkal kapcsolatban. Sőt, a boltnak a tulajdonosa még azt is felajánlotta, ami szerintem egy pozitív dolog, hogy saját költségén egy biztonsági őrt fog alkalmazni. A bolt vezetősége nem kívánt nyilatkozni televíziónknak a bírósági ítélet meghozatala előtt. Egy közleményt adtak ki, ebben azt írják, hogy nem értenek egyet a jegyző döntésével, ezért fordultak bírósághoz. Szeretnék visszaállítani a Béri Balog Ádám utcai üzletüknél a non-stop nyitvatartást. Amíg ez nem történik meg, egy másik üzletük veszi át ezt a funkciót.